Azt hinnéd, ezek a saját gondolataid, pedig nem. Kevés vagyok ehhez. Nem fog sikerülni. Ezt nem tudom megcsinálni. Ki fognak nevetni? Mit fognak szólni? Én hülye vagyok ehhez. Elég csúnyácska vagyok, úgy se venne észre. Ezeket nem te mondod, nem a te saját gondolataid. Beléd ültették. Szülői hangok, nem feltétlenül szülőtől, hanem valamilyen szülőfigurától. Ovónéni, tanítónő, nagynéni, nagybácsi, valami közelálló felnőtt. Mindannyian három én állapotból vagyunk képesek reagálni, kifele is, befele is. Szülő, felnőtt és gyermek, ez a három én állapota mindenkinek megvan. Amikor ilyen érzéseid és gondolataid vannak, az mindig szülői én állapot, amikor ítélkezünk, bírálunk, kifele, befele kritizálunk. Amikor ítélkezel magad vagy a másik felett, amikor bírálsz vagy kritizálsz, az mindig szülői én állapot. Korábban, gyermekkorban tanult hiedelmeket tényként fogadunk fel, amit még nem bíráltunk fölül. Például, hogy apukád azt mondta neked, hogy a szőkenők buták, és te ezt még nem szűrted át a saját szűrődön, nem bíráltad felül, nem gondoltad át, hogy ez egy baromság tulajdonképpen, akkor úgy fogsz tekinteni minden szőkenőre, hogy ők már pedig buták. Ha sokat mondták gyerekkorodban például azt, hogy idétlen vagy, akkor meggyőződésed lesz arról, hogy te idétlen vagy, és még a sajátodnak is érzed ezt a gondolatot, mert ki emlékszik már arra, hogy mi volt gyermekkorban. Hányszor hangzik el az is, hogy nem lesz belőled semmi. Nagyon ártalmasak tudnak lenni az ilyen elszólások. A gyermek szemében a felnőtt mindenható, a szava szent és száraz szivacsként szív magába minden információt, minden ingert. Nagyon nem mindegy, hogy ezt a száraz szivacsot beletesszük egy tál vízbe, az a víz tiszta-e, vagy iszapos, koszos, sáros. A szivacs mindent magába szív azzal együtt. És belső hangként viszi tovább. Sokszor egy pedagógus, egy szülő vagy egy rokon olyan mázsás súlyt képes a gyerek nyakába tenni, amit egész életen átcipel.